Köszöntöm Önöket mai képviselőtestületi ülésünkön, köszöntöm a képviselőtestület tagjait, köszöntöm Hoza Tamás alpolgármester urat, dr. Boros István címzetes főjegyző urat, Mihály Bársony ügyvéd gazdasági vezetőasszonyt és Berec Róbert ügyvezető urat. Megállapítom, hogy határozott képes létszámban jelen vagyunk. Egyben indítványozom, hogy a következő napi rendi pontokat tárgyaljuk a mai nap folyamán. Első napi rendi pont, javaslat Csajó Szeged önkormányzat községüzemeltetési Kft. 2023. évi üzleti tervére. Az előterjesztő én, illetve Berec Róbert ügyvezető úr lesz. Második napi rendi pontként javaslat az önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének elfogadására. A napi rendi pont előterjesztője én leszek. Harmadik napi rendi pontként javaslat a köztemető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. A napi rendi pont előterjesztője dr. Boros István címzetes főjegyző úr lesz. Negyedik napi rendi pontként javaslat a képviselő testületi SNS harmadik és ötödik függelékének módosítására. A napi rendi pont előterjesztője szintén címzetes főjegyző úr lesz. Ötödik napi rendi pontként javaslat ebrendészeti tevékenység ellátására vonatkozó szerződés megkötésére. A napi rendi pont előterjesztője szintén dr. Boros István címzetes főjegyző úr lesz. Hatodik napi rendi pontként indítványok, javaslatok képviselői előterjesztése. Kérném a tisztelt képviselőtestületet, amennyiben elfogadja az általam felolvasott napi rendi pontokat, kész felemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egy hangú igen a szavazás eredménye. Első napi rendi pontként javaslat Csajószeged önkormányzat községüzemeltetési Kft. 2023. év üzleti tervére. A napi rendi pont előterjesztője én, illetve Berec Róbert ügyvezető úr leszünk. Én az üzleti tervvel kapcsolatban annyit mondanék el előjáróban, hogy szintén a ügyvezető úrtól megszokott részletes, senki dolgozott üzleti tervet kaptunk. Én azt gondolom, hogyha kérdés van, azt ő meg fogja válaszolni, én át is adom neki a szót ezzel kapcsolatban. És köszöntöm az ülés résztvevőit. A 2023-as üzleti tervünket ismertetném, ugye, ahogy korábban is szokott ez készülni, az előző évek tapasztalataival kiegészítve, az előző év kiadásait, bevételeit figyelembe véve a korábbi üzleti tervet módosítjuk, igazítjuk a ténylegesen megtörtént dolgokhoz, ahhoz simítjuk hozzá. Az előző évben nagyobb változás munka szempontjából nem történt a Kft. Életében, tehát ugyanannyi intézményünk, területünk van, amit karbantartunk, üzemeltetünk. Korábban ugye volt a bölcsöde, ami bekerült pluszban, de ilyen méretű, jellegű plusz bővüléssel idén nem számolunk, ami megnövelné a munkánkat és költségeinket. Ugye megvan ugyanúgy az intézmények, közterületek karbantartása, üzemeltetése, helyi közutak üzemeltetése, rendezvények kiszolgálása, valamint hát egyéb külső munkák, plusz munkák, amik mondjuk önkormányzatos pályázatokból kimaradnak. Ezek, ami ez a pályázati vagy plusz ilyen fejlesztési munkák, amik szóba jöhetnek, ezt előre nem is mindig tervezhető, éppen kivitelezés során találkozunk szembe ilyenekkel, hogy valami kimaradt, valami még kell, valamit még hozzá kell tennünk. Éppen ezért a Kft. Működésében nem is terveztünk olyan különösebb számottevő változtatást, így a létszámunkat a korábbi év létszámához kapcsolatban ugyanannyi dolgozóval tervezzük, közfoglalkoztatott ez jelenleg egy van, úgy néz ki, hogy egy is marad,
Úgyhogy saját dolgozóval oldjuk meg a szakmai és segédmunkákat is. Ő bérüket kellett ugye emelni, kellett, meg egyébként is, tehát szükséges a minimál béremelkedés és garantált bérminimum emelkedést követve terveztünk az ő költségükkel is, plusz 14-16%-os béremeléssel. A KFT kiadásait, egyéb dologi kiadásait nem teljesen inflációt követve, de 15%-os növekedéssel vagy többletkiadással terveztünk. Ez némely esetben elég, néhol kevesebb, mint az infláció, de bízunk benne, hogy ennyiből ki tudunk jönni, be tudjuk osztani. Összesen a KFT bevételeit, támogatási bevételeit körülbelül 14,5%-kal emeltük meg a tavalyi évhez képest. Ez szám szerint 63.805.755 forint. Ez, amit 14,5%-kal több, mint az előző évben. Valamint állandó bevételünk még helyi közutak üzemeltetése, amit az önkormányzat részére végzünk, az önkormányzat fizeti ezt nekünk. Ennek a tervezett bevétele 1.524.000 forint az egész évben. Ez számlásbevétel, nem pedig támogatás. És ezek alapján tervezett pénzügyi eredményünk 304.800 forint tervek szerint. Nagyobb egyéb külső munkákkal nem terveztünk, az változó, hogy mennyi lehet kiszámíthatatlan. Ami biztosan lesz, ugye a sírhelybérbeadás, de az sem egy olyan számottevő költség, vagy egy olyan bevétel, ami borítaná, vagy befolyásolná a költségvetésünket. Köszönöm, én ennyit terveztem erről. Kérdés, észrevétel van a napirendi ponttal kapcsolatban? Tessék, képviselő asszony. Köszönöm szépen, szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Azt szeretném megkérdezni Robitól, hogy említette, hogy ugyanannyi létszámmal dolgozik, mint tavaly, tehát akkor 7 szakképzett és 3 fő segédmunkás, tehát összesen 10 vagytok veled együtt, 11-en. Igen, annyi jelenleg most az egyik segédmunkás, hát ő ősszel leszámolt, de őt pótoljuk most. Értem, nem. Köszönöm szépen. A tervvel kapcsolatban láttam, hogy gépjármű fejlesztés is lesz, hogy új szállítóeszközt szeretnétek megvásárolni, hogy ez teljesen biztos már, vagy csak tervben van? Hát ez konkrétan tehát már mi használjuk ezt a járművet, csak ugye nem tulajdonosként, hanem üzemben tartóként, és hát egyszerűbb, praktikusabb lenne, hogyha mi tulajdonunkba is átkerülne ez, és akkor a régi autónkat eladjuk, és akkor ennek az összegével, vagy ennek az eladási árát kiegészítve vennénk meg ezt az autót. Így hát a régi autó az, tehát magas fenntartási költségei vannak, voltak, meg kilátásban is az van, mindenképp jó lenne, tehát ha olyan autónk lenne, amire nem kell ezeket költeni. Értem. Köszönöm szépen. További is kívánok. Köszönjük. Egyéb kérdés, észrevétel van-e még a napi rendi ponttal kapcsolatban? Akkor amennyiben nincs, megköszönném a vezető tájékoztatóját, is elmondanám a napi rendi ponttal kapcsolatban, hogy a KFT felügyelőbizottsága is
tárgyalta a napi rendi pontot, én átadom a szót a bizottság elnökének. Köszönöm. A felügyelő bizottság elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a községüzemeltetési Kft. 2023 évi üzleti tervét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ha egyéb kérdés nincs, akkor kérném készfelemléssel szavazzunk a napi rendi ponttól, amennyiben elfogadjuk 2023. évi Kft. Üzleti tervet, készfelemléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egyhangú igen a szavazás eredménye, és kérnék egy kis szünetet. Második napi rendi pontunk következik. Javaslat az önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének elfogadására. A napi rendi pont előterjesztője én vagyok. Előjáróban itt elmondanék a napi rendi pontról, hogy az előző évek elvei szerint terveztük a költségvetésünket. Ha mondhatom azt, talán még nehezebb volt tervezni, mint tavaly vagy tavaly előtt, hiszen számtalan változót kell figyelembe venni. Az elvek ugyanazok voltak, és hát elsődleges az, hogy a kötelező feladatainkat el tudjuk látni az év során. Annyit mondanék el még a költségvetésünkkel kapcsolatban, hogy pénzügyi és ügyrendi bizottságunk is tárgyalta a napi rendi pontot. Én át is adom a szót a bizottság elnökének. Köszönöm szépen! A pénzügyi és ügyrendi és településfejlesztési bizottság tárgyalta a Sajó-Szöget község önkormányzatának a 2023 évi költségvetés tervezetét. A költségvetés nagyon alapossággal, jó gazda módjára lett tervezve, figyelembe véve az energiaárak drasztikus emelkedését, illetve a bevételi oldalon pedig az iparűzési adónál terveztek, ahogy eddig is minden évben, óvatosan, hogy a tényleges befolyt összeg alapján lehet esetleg, ha szükséges, korrigálni a költségvetést. Szeretném ismertetni a sarokszámokat. A bevétel 742.132.150 forint költségvetési bevétellel, 843.521.850 forint költségvetési kiadással, és mínusz 93.589.700 forint költségvetési egyenleggel lett meghatározva. A költségvetési egyenlegből a kétharmada működési célú bevételek kiadások költségvetési többlet kiadása, illetve a 31.495.380 forint pedig a felhalmozási célú bevételek többlet kiadása eredményezi. A befolyt összeget, tehát a felhalmozási célú bevételek azok végleges célra kapott támogatások, amelyek már befolytak 2022-ben. A működési célú bevételek kiadások egyenlegére pedig a előző évi pénzeszköz maradvány felhasználására, illetve a részesedések egy részének beváltására kerül sor. A pénzügyi és ügyrendi bizottság tételesen átnézte a költségvetést, minden intézménynél megfelelő alapossággal, odafigyeléssel lett tervezve, és ezért javasolja a képviselőtestületnek a önkormányzat 2023 évi költségvetését az előterjesztett tényszámok elfogadására. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Kérdés észrevétel van a napi rendi ponttal kapcsolatban. Tessék a polgármester! Tisztelettel köszöntök mindenkit. Egy nagyon rövid észrevételem lenne. Ugye az önkormányzat nem csak költségvetési szerv, hanem munkáltató is. És ennek tükrében én nagyon pozitív kicsengést látok a költségvetésből, hogy a dolgozóknak a megbecsülését azzal is kifejezi, hogy a terheket nem csak áthárítja, hanem munkáltatóként át is vállal a dolgozóknak a terheiből, ami a különböző gazdasági hatások miatt következik be, úgyhogy én ennek tükrében is
elfogadásra javaslom a költségvetést. Köszönöm szépen, egyéb kérdés és észrevétel van a napirendi ponttal kapcsolatban. Akkor amennyivel nincs is, a képviselőtestület elfogadja önkormányzatunk 2023. évi pénzügyi tervét. Kérném készfelemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egyhangú a szavazás eredménye. És ugye kellene még itt a napirendi ponton belül szavaznunk kettő darab rendelet, tervezetről, rendeletről. Szintén, amit kiasztottam most testületi ülés előtt, a közszolgálati tisztviselők illetmény alapjának emeléséről kellene szavaznunk. Annyit mondanék el előjáróban, hogy a napirendi pontot szintén tárgyalta a pénzügyi ügyrendi és település fejlesztési bizottság. Ezzel kapcsolatban is átadnám a szót elnök asszonynak. Köszönöm szépen. A pénzügyi ügyrendi és település fejlesztési bizottság tárgyalta a közszolgálati tisztviselők 2023 évi illetmény alapjának módosítására kiadott tájékoztatót, rendelettervezetet. A Sajószegedi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetmény alapja 2023 évben 75 ezer forint. Ez emelésre került, amely megkönnyíti a önkormányzatnál dolgozó munkavállalók likviditási problémáit. A pénzügyi és ügyrendi bizottság, mivel költségvetési hatása nincs, ezért javasolja a megemelt összeget elfogadásra. Köszönöm szépen. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs is, a rendelettervezetet elfogadjuk. A közszolgálati tisztviselők illetmény alapjának megemeléséről kérném készfelemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egyhangú igen a szavazás eredménye, és van még a napirendi ponton belül egy határozati javaslat, amelyről szavaznunk kéne, ez pedig az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapításáról szóló határozati javaslat. Itt van egy táblázat, amiben bemutatjuk ezt, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel van-e a részletekről. És a határozati javaslatot a kiküldött formában elfogadjuk. Kérném készfelemeléssel szavazzunk. Köszönöm szépen, egyhangú igen a szavazás eredménye. És akkor szintén kérnék egy kis szünetet. A harmadik napirendi pontunkkal folytatjuk. Javaslat a köztemető használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. A napirendi ponttal kapcsolatban átadom a szót címzetes főjegyzőnek. Köszönöm szépen. A belügyminisztérium rendelte el azt a célvizsgálatot, aminek a keretében a kormányhivatal vizsgálta a tárgykörben született önkormányzati rendeleteket a települési önkormányzatoknál, és adott ki egy szakmai segítségnyújtást, aminek a figyelembevételével készítettem el a rendelettervezetet. Ahogy az előterjesztésbe is írtam, és ahogy a jogszabály is előírja, a rendelettervezetet véleményezésre megküldtem a Fogyasztóvédelmi Egyesületnek, illetve a Borsodi Iparkamarának. Az Iparkamara válaszolt is. Azt hiszem, ezt is megkapták a képviselők, a rendelettervezet hatályba lépését támogatják, kifogás nem emeltek ellene. Ugye itt évről évre felülvizsgálta a képviselőtestület, mivel jogszabály írja elő a sírhely megváltási díjakat. Emelésre nem került eddig sor, hát jó régóta. A mostani javasolt árak
amit szintén írtam az előterjesztésben, megegyeznek a tiszaújvárosi árakkal, hiszen gyakorlatilag összeépült ez a két temető, ezért is célszerű ugyanolyan sírhely megváltási díjakat alkalmazni, csak a nézőközönség kedvéért felolvasom, hogy az egyes sírhely megváltási díja nettó árakról van szó, hiszen ez is egy kifogás volt, hogy nem szabad a rendeletbe plusz áfát szerepeltetni, hanem nettó árakat kell meghatározni. Az eredeti rendeletben egyes sírhely megváltási díja 6000 forint volt, ez 8346 forintra emelkedik, kettő sírhely 11000 forint volt, 13858 forint lesz most, ismétlem nettó összegek. Urna sírhely 5000-ről 6929-re, gyermek sírhely 3000-ről 3622-re, sírbolt hely 5000-ről 6929 forintra emelkedik. A köztemető fenntartási hozzájárulás pedig 285 forintról 2913 forint per alkalomra. Tehát nem jelentősek ezek az emelések, még ezek messze nem fedezik a községüzemeltetési Kft-t, aki egyébként a temető üzemeltetője szerződés alapján azokat a költségeket, amiket ráfordítanak nem csak a temető rendbetételére, hanem a szemét, díj elszállításra és más egyéb költségekre. Ha van ezzel kapcsolatban kérdés, akkor megpróbálok vállalkozni. Minden esetre én kérem, hogy ebbe a formába fogadja el a képviselőtestület a rendelettervezetet. Kérdés is szerintem a részletekre. Akkor amennyiben nincs is a rendelettervezetet, a kiküldött formában elfogadjuk, kérném kész felemeléssel szavazzunk. Köszönöm szépen egy hangi igen a szavazás eredményét. Negyedik napi rendi pontként javaslat a képviselőtestületi SMS 3. és 5. függelékének módosítására. A napi rendi ponttal kapcsolatban visszaadom a szót címzetes főnökségnek. Köszönöm szépen. Szintén egy kormányhivatal által kiadott szakmai segítségnyújtás hívta fel arra a képviselő, illetve az önkormányzatok képviselőtestületeinek, illetve a jegyzőknek a figyelmét, hogy a polgármesteri hivatal SMS-ének a jóváhagyása az nem az irányító szerv, vagyis a képviselő testület hatásköre, hanem az irányító szerv vezetőjének, vagyis a polgármesternek a hatásköre. Ezt egy közvetett jogértelmezésből vezették le, ami szerint, mivel hogy az MÖTV nem utalja direkt módon a testület hatáskörébe, ezért a polgármester az, akinek ezt el kell fogadni. Tehát egy technikai módosításról van szó, ahogy ez kiderült a kiküldött anyagból. Maga a hivatali SMS semmilyen módosításra nem kerül, mindössze az SMS előlapján a jóváhagyó szerv az nem a képviselőtestület, hanem a polgármester lesz. Kérdés észrevétel, a napi rendi ponthoz kapcsolódik. Akkor amennyiben nincs, és elfogadjuk a javaslatot a képviselőtestületi SMS 3. és 5. függelékének módosítására, kérném készfelemeléssel szavazzunk. Már elnézést, ez a harmadik volt, az ötödik, bocsánat. Az ötödik még ennél is egyszerűbb, ott pedig a könyvtári szolgáltatás, ugye az ismert események miatt most már eljutottunk oda, hogy az SMS-be is átvezetésre kell kerülni ennek, mivel hogy most már önkormányzati feladat lett, mivel hogy könyvtárellátási szolgáltató hely alakult át a nyilvános könyvtárból. És akkor most kérem. Most kérjük, akkor határozati javaslat, tehát a harmadik figyelmet kiegészítésével kapcsolatban nem mennyiben elfogadjuk a határozati javaslatot, kérem készfelemeléssel szavazzunk róla. És a ötödik figyelék módosításáról az SMS-nek, amennyiben elfogadjuk, készfelemeléssel szavazzunk róla. Köszönöm szépen, egy hangú igen a szavazás eredménye, ebben az esetben is. Ötödik napirendi pontunk következik. Javaslat emberrendészeti tevékenység ellátására vonatkozó szerződés megkötésére. A napirendi ponttal kapcsolatban
szintén átadom a szót címzetesőjét. Köszönöm szépen. Az állatvédelmi törvény szerint már 2022-től rendelkeznie kellene minden önkormányzatnak egy ehhez hasonló megállapodással, azonban, hogy is mondjam, ezt próbáltam kibekkelni, ezt a kötelezettséget, ameddig lehet, mert hogy, és ez ellen a polgármesterek is felszólaltak már különböző fórumokon, olyan súlyos és költséges előírásokat ró az önkormányzatokra, fedezett biztosítása nélkül, egészen konkrétan havi több százezer forintos kiadással jár egy ilyen szerződés megkötése, illetve hát ennyiért vállalják el az ebrendészeti feladatokat a szolgáltatók, illetve hát az erre szakosodott egyéni vállalkozók, hogy azt mondtam, hogy ez egyszerűen nonsens, és ennyit nem tud fizetni az önkormányzat, azért csak, hogy minden hónapban megjelenjen a kocsival, és körbe menjen, hogy van-e kóborkutya, és ha van, ha nincs, fizetni kell azt a 300 ezer forintot plusz kiszállási díjat. Most sikerült találni egy olyan vállalkozót, aki eseti szerződ, hát illetve eddig is ő végezte ezt a tevékenységet a múlt hónapban is, de csak azért fizetünk, amit megfog kutyát konkrétan. Nem kell neki általányt fizetni. 50 ezer forint történetesen egy kóbor kutya, az se kevés egyébként, de hát ebben benne van a benzin, meg egy ugye Heves megyei a vállalkozó, közelebb nem lehet már találni. Régen volt Tiszal utcán egy megboldogult Csóka úr, de már nincs. A lényeg, hogy véleményem szerint sikerült egy jó kondíciókkal megkötni ezt a szerződést is, ezzel eleget tenni jogszabályi kötelezettségnek, ami előbb-utóbb szintén ellenőrizni fognak, hogy megvan-e. Most már nyugodtan ellenőrizhetik, mert meg lesz, amennyiben a képviselőtestület is megszavazza. Kérdés észrevétel van. Tessék, képviselő. Köszönöm szépen. A megállapodást elolvasva, itt vállalt olyat, hogy 4 órán belül megkíséri befogni az állatot. Tehát Heves megyéből idejönni 4 órán belül, bejelentéstől számítva. Ilyen felszínűleg egy a jogszabályban, de szerintem Pestről is ide lehet jönni 4 óra alatt, nem csak Hevesben. Jó, csak hát most hétvégén vagy ilyesmi, tehát ez az egyik. A másik pedig az, hogy ez nem a megállapodáshoz kapcsolódik teljes egészében szorosan, hanem arra, hogy amit befognak kóborkutyát, hogy ugye minden kutyába kell, hogy legyen csip. Be lehet-e azt azonosítani, hogy csippes a kutya? Tehát van-e ilyen kötelező? Van csippolvasója. Értem, ezt akartam, hogy akkor be tudja azonosítani, hogyha nem, most megszökhet bárkitől a kutya, és szaladgálhat a határba, vagy másképp. Ő intézi, hát hogyha viszont megfelelő időtartam után mindenki tartani kell, és nem jelentkezik érte senki, akkor ő távolítja el a csippet is, és törli az országos nyilvántartásból az ebet. Értem. Köszönöm szépen, más kérdésem nem volt a megállapodással kapcsolatban. Tessék, a polgármester. Nekem még van egy, azt mondja, hogy itt a harmadik pontban, hogy bejárja ott található foglalatok felderítése érdekében továbbá azt, hogy a lakossági, illetve a jegyző bejelentés alapján kimegy a helyszínre. Tehát az most azt jelenti, hogy ha nem tudom, én telefonál neki, hogy van egy kóborkutya, akkor ide ki fog jönni, és mi pedig fizetjük az 50 ezer forintot? Így van, de én azt ajánlom, hogy nekem telefonálj. A jogszabályban lakossági bejelentés van, azt már én egészítettem ki, mint egy bővítve, ami nem tilos, a jogszabály rendelkezését egy szerződésbe. Hogyha a lakosság bejelentő, hogy kóborkutya van, azt is az önkormányzat fizeti. De hát mivel, hogy az nem a lakos kutyája, hanem közterületen kóborló ebb. És ugye kiderül, hogy valóban kóbor ebb, ahogy az előbb képviselő asszony kérdezte, csip alapján nem beazonosítható. Tehát itt nem a bejelentő fizet, mert hogy ez egy kötelező önkormányzati feladat. Értem, csak... Tehát nem kapunk rá finanszírozás semmit. Igen. Hát esetleg még azt lehetne meg
megtenni, hogyha kiderül, hogy csippes a kutya, de nem jelentkezik a gazda, mert akkor valószínűleg nem véletlenül szökött meg a kutya, akkor a beazonosítás után az 50.800 forintot fizesse a kutya. Hát ez a minimum, azon kívül még rendőrségi feljelentés, veszélyeztetés kutyával, szabálysértés elkövetése miatt, mert hogy aki az ebet felügyelet nélkül kóborolni hagyja, a szabálysértést követel. Értem, és lesz esetleg a honlapon lesz egy olyan lehetőség, hogyha mondjuk befogtak három csippes kutyát, hogy mert ugye nem biztos, hogy tudja a gazdája, hogy merre szökött, mert a múltban még is sajúrösöm volt, úgyhogy... Érdeklődik nálam, de fent lesz a honlapon maga a szerződés is, az elérhetőségei a Somogyi úrnak, aki ezzel foglalkozik, telefonszáma, és lehet érdeklődni nála, hogy nincs-e ott véletlenül nála, de ez nem egy olyan heti rendszeressége zajló esemény, amiről ne tudnának, hogy most éppen kóborkutya befogás történt. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés is szemétel van. Akkor amennyiben nincs is a javaslatot az ebrendészeti tevékenység ellátására vonatkozó szerződés megkötésére elfogadjuk, kérném kész felemelésre szemszóval. Köszönöm szépen egy hangul igen a szavazás eredménye. Hatodik napirendi pontként következik indítványok, javaslatok képviselői előterjesztése. Hát tájékoztatásról ugye az elmúlt testületi ülésen szó volt a bölcsöde nyári zárvatartásáról. Három szülő kérte három gyerek elhelyezését a bölcsödei szünet ideje alatt. Meg fogják oldani. Még nem pontosan tudják, hogy milyen formában. Az étkeztetésen már rajta vagyunk. Itt ugye a festés lesz a probléma, hogy azt hogy tudjuk majd ütemezni, hogy ne frissen festett terembe üljenek a gyerekek. De júliusra meg fogjuk oldani ezt is. Van-e még valakinek az egyebekben? Akkor amennyiben nincsen. Köszönöm szépen a mai megjelenést, és találkozunk a következő testületi ülésen.